Sziasztok, be kell, hogy valljam, hogy nektek mára egy live-ot ígértem. Sajnos ez ígéret marad, mert még nem vagyok teljesen kész, viszont már nagyon teljesen nyaralás hangulatban vagyok. Miért is van ez? Holnaptól utazunk Horvátországba, erről is bizonyos felvételeket fogtok látni, és például ezért láttatok olyan közbeszerzést, mint például a telefonomhoz lévő teljes búvárkodási vízállótok. Úgyhogy készülhettek majd tartalmakra, ugorjunk túl ezen a bocsánat kérős részem, ez kellemetlen nekem, nektek is, mindenféle, de legalább kaptok valami tartalmat, és ez premierből fog kimenni, hogy valamennyire szín. Picit ez is live, vagy legalábbis élő, nagyon nem húzom itt az igát. A lényeg az, hogy arról szerettem volna nektek beszélni, hogy ha már itt vagyunk, és nem sikerült ez a live, egy csomó mindent be akartam nektek jelenteni, viszont egy hétig nem leszek. Sajnos ez tartalmakat is fogja érinteni, csak hogy még jobb hírrel szolgáljak. Viszont a másik, ami fontosabb, láttatok már egy 12 órás live-ra utaló jelet, posztot. Igen, ez lesz. Méghozzá ez jövő hét pénteken lesz. Pénteken, csak nem írtam ki, készültem magamnak saját táblával, de nem írtam ki a dátumot. Tehát jövő hét pénteken, az azt hiszem, nem akarok rosszat mondani, de 26-a talán. Reggel 8-tól este 8-ig 12 órás Game Geek Live lesz. Nem a nagy sztár parád és legalább 30-an itt lesznek velünk, bár egyre jobban hasonlított az asztalunk valami lamparti-szerűségre, hála a pluszgépnek, úgyhogy azt is éppen tesztelem, hogy miket tudok nyomni, de már próbáltam azt, hogy különböző játékok menjenek, amik eddig nem. Úgyhogy biztos, hogy egetrengető fejlődés lesz. Na, de térjünk vissza odáig, hogy jövő itt pénteken 8-tól este 8-ig 12 órás live. Egy hétig ugye most nem leszek. Posztokat fogtok tőlem találni Instagramon és egyéb dolgokban, ahol el is kell döntenünk majd együtt dolgokat. Viszont most egy kicsit, ha már itt bejelentkeztem, akkor segítsük egymást. Vannak ötleteim, de ebben nektek is segítenetek kell. Például az egyik, hogy a 12 órás live alatt főleg engem fogtok látni, sőt, és ilyen ebédszünet és hosszabb szünetek nélkül próbálnám ezt megcsinálni, úgyhogy ez félig egy ilyen kis kihívás is lesz. Nagyon meleg van az emeleten. Milyen játékok legyenek? Idejöttem, hogy játékok csak, és olyan Dota 2 R6-es GTA 5 érdekesek lehetnek, mert ezek a játékokkal még nem találkozhattatok nálunk, azért, mert a gépem nem bírta az, hogy ezeket is mutassam. Jó, Dotát azt megpróbáltuk, de ez inkább ilyen próbálkozás volt, mint sem tényleg működjön. A lényeg az, hogy csak olyan játékok legyenek, amit eddig nem láthattatok, tehát például a Rainbow vagy GTA, mert akadt a gépem, vagy csak végigjátszás folytatás legyen. Vagy persze mindenféle egyéb ötlet előtt is nyíltan nyitott vagyok, úgyhogy nyugodtan jöhetnek az ötletek, és kérni is foglak titeket, mert hamarosan fel fogok tölteni nektek egy posztot, ahol összeszedtem az összes játékot, amit éppen játszunk, az összes játékot, ami félben maradt, vagy megakadt, vagy technikai, vagy egyéb probléma miatt, és az összes játékot, amit én terveztem játszani, meg terveztem végigjátszani, csak azért nem vettem meg, vagy megvan véve, de azért nem csináltam, mert ugye nem volt elég jó hozzá a gép. Úgyhogy ilyesmi kis ilyen szőszenet összefoglalás lesz, úgyhogy onnan is meríthettek ötletet, de alapvetően a 12 órás live egyelőre még nyitott. Egy olyan dolog maradt még nálam félig meddig ilyen dolog, vagy maradt ilyen, ha most pont fejjel lefelé mutatom, de remélem kiposztolja mindenki a Facebook poszt alá, ahol ezt most megosztom. Ilyen egyes első Game Geek Tali emblémát kaptak azok, akik ott voltak a Game Geek Talin, viszont ebből nekem én sokkal többet gyártottam, hogy ne olyan aztán az legyen bárki, aki eljön, az nem kapna ilyet, úgyhogy ebből még maradt. Na de most mit csináljak ebben? Ugye első GG Talival rányomva, ezt nem osztanám el a másodikon, nem osztanám el külön nyereménybe, de azért ez egy kis különlegesség, limitált kiadás, ugye ilyenből biztos, hogy nem lesz több, ezt csak erre gyártottam. Úgyhogy ebben segítsetek ötletelni, hogy mit kezdjek vele, ami nektek is tetszik, és szerintem is megfelelő felhasználás. Úgyhogy jöhetnek az ötletek. Viszont innen jött az, hogy, amit fel is írtam, online GG Tali. Mit is takarhat ez? A Game Geek találkozón például volt egy Game Geekre hajozó kérdőív nyereményekért. Persze az onlineben nem fogtok kapni akkora nyereményeket, mint aki helyszínen ott volt, meg hát az élmény az eszméletlen nagy, de online GG Tali. Mi lenne, ha mondjuk akár 12 órás, mert én ezt el tudom képzelni, mint ilyen hangulati elem, de nyugodtan én megtartanám ezt különnek, szerintem, mert egyedileg is elég egyedi tartalom lenne, hogy egyedi videót kapjon. Hú, de gyönyörű ilyen... összefoglaltam ezt, és mivel premier akarom meg, hogy izébe, szerintem nem fogok vágni, úgyhogy ez ilyen élő lesz. És kellemetlen tartani ezt a selfie botot.
Na, de a lényeg az, hogy online GG-t, én azt képzeltem el, hogy mondjuk dumálunk, lesz egy kis tematika, lesz benne akár egy kis köszönös játék, ugye a Dota Underlords volt a helyszínen is akár, és lenne benne egy ilyen, inkább ilyen vlogosabb szakasz, együtt lenyomnánk a közös quizt is, mindenkinek letölti a mobilapot, bejelentkezik, és együtt tényleg lenyomjuk a quizt, mint a helyszínen, kicsit átbeszéljük a dolgokat, és az is részt tud rajta venni, aki esetleg Pestre nem tudott felutazni, vagy egyéb okok miatt nem volt elérhető, mert például aznap jutott nekünk eszünkbe, hogy tök jó kitaláltuk ezt a napot, hogy péntekre lenni a GG-tali, miközben szombaton munkanap volt, és ez lehet, hogy még másokat, pár embert biztos érintett. Engem szerencsére pont nem is, pont azért nem, mert általában a cég ezt úgy oldja meg, hogy észre se vesszük, mert tényleg annyira természetes, hogy akkor nem dolgozhatunk hétvégén. Úgyhogy kiszokott, mert egyszerűen kimegy ez a fejemből, úgyhogy sajnálatos. De mindegy, lehet, hogy ez is oka volt, sok minden oka lehetett, de például ez az online dolog, ez jó. Hamarosan lesz egy posztja. Igen, fölírtam magamnak a puskát, mert tényleg hamarosan kirakom ezt a játékposztot. Na, a legfontosabb ez, tehát a legfontosabb ez, amit akartam átadni, elnézéseteket kérem, a nyaralási indulás miatt hajnalban indulunk, úgyhogy hamarosan már le kéne feküdnem aludni, úgyhogy még el is tudnám kezdeni addig, hogy mondjuk kész lettem, bár mondjuk még nem fürödtem meg, nem borotválkoztam, de ha el tudnám már indítani, akkor is nem tudnék maradni időlegesen fél óránál többet, és úgy gondoltam, hogy ezt inkább nem indítom el, hanem belefordítom ebbe a gyönyörű, minőségi, szuperszonikus, igen magas, szinte heti adaggal versenyző bejelentő videóba. Úgyhogy nagyon fontos, hogy kommunikáljunk a következő egy hétben, főleg Facebookon és egyéb posztban tudom. Természetesen a nyereményjátékunk megy tovább. Tehát megosztjátok, vannak heti nyeremények, de ugye a havi a legfontosabb, és ezt kiraktam már posztba, de akkor halljátok ti is. Ha elérjük a augusztus 31-ig a 30 ezer feliratkozót, 500 kell hozzá, nem egy sok, akkor viszont kettő Rainbow Six-et fogok sorsolni a bent lévő kalaposok között, mert úgy láttam, hogy mindenki megörül és mindenki osztogatja, és tényleg ez egy komoly díj, úgyhogy megpróbálok majd mindig komolyabb díjakat berakni, hogy ez tetszel nektek, ez most jól betalált, úgy, mint régebben a GTA 5. Úgyhogy hajrá, nyomjuk, én is benne vagyok. Szerintem ez egy jó dolog, és érzem, ahogy alakul a közönség, és ezért is akartam tőletek bocsánatot kérni immáron sokat szorra, hogy nem sikerült tartalmam az ütemterület, és ezen a héten kevesebb live volt, és most ráadásul a mai napra megértem, és ma sem sikerült. Ez tényleg amiatt van, hogy az egyik a munkámban le kellett zárni a dolgokat, és még így is csak a felét tudtam kb. Mindennek, hogy jövő héten nem leszek. A másik meg az, hogy egyszerűen nem sikerült. Tehát fizikailag nem volt elég idő. De alakulunk, fejlődünk, látjátok, a géppark is össze van itt már rakva, egy pillanatra láttátok, már készülök a live-okra, úgyhogy vinyók beüzemelve, telepítgetek mindent, úgyhogy jó lesz ez, jó lesz ez. Sőt, különben félig, meddig egy heti adag felállás is össze volt készítve, felvettem egy snittet, de azt nem akarjátok látni, de látjátok, hogy elindul mindenféle pozitív irányba szerintem a dolog. Úgyhogy hát nem tudom, még ezerszer megköszönjük nektek, hogy ti vagytok a közönségem, köszönöm. Maradjatok ti is, kérlek, ne cseréljetek, ne. Hiába jön egy konkurens videós, hogy gyere, te legyél az én közönségem. Ne hallgassatok rá, maradjatok az enyém is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt meghallgattátok, és hát ez van. Ez van. Remélem kiszúrtátok kaktuszmaracot a T-rex szájába, mert szerintem tiszta cuki, szerintem itt lesz az új helye. Úgyhogy, halló. Aztán készülünk a buvárkodásos felvételekre és minden egyéb dologra. Megfelelően megint tengeri herkentyűket is enni, úgyhogy én már félig nyaralok, úgyhogy sziasztok, menjetek vissza játszani. Jövő héten annyira nem, de pénteken mindenkit várok a 12 órás live-on. Brutál lesz. Sziasztok!